Jó estét kívánok! Kedves galgahévíziek, kedves vendégeink, elérkeztünk a ma este fénypontjához. Gondolom, sokan látták annak idején az István a király című rockopera galgahévízi feldolgozását, amely szenzációsan sikerült. És ezen felbuzdulva gondoltuk úgy egy évvel ezelőtt, hogy a 800. évforduló, galgahévíz 800. évfordulóján is valami hasonló monumentális produkcióval kellene a galgahévízieket meglepni. Ekkor vetődött fel az ötlet, hogy legyen ez a monumentális produkció a János Vitéz című daljáték, amely igazán közel állhat a vidéki ember szívéhez. Következik tehát Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékának feldolgozása a galgahévíziek előadásában. A szereplők: János Vitéz Viszló István, Iluska Brejnik Beáta, Bagó Péli László, strázsamester Vadkerti Basa Bálint, francia királylány Cher Lívia. A francia király, ahogy előzetesen meghirdettük, dr. Basa Antal lett volna, emeritus polgármesterünk, azonban az egészségügyi állapota miatt sajnos nem tudta vállalni a fellépést, így most helyette Szkórics Tala Gábort láthatják. Bartoló Kis Csaba, Mostoha Balla Tímea, Csősz Balla Zoltán, első gazda Hajdú István, második gazda Vanó András. A huszárok, leányok, udvaroncok és a nép szerepében a Kisbetyár kettő néptánc csoport tagjait, a galgahévízi pávakör tagjait, a második Rákóczi Ferenc nyugdíjas egyesület tagjait és a boldogi huszárokat láthatják majd. A rendezőasszisztens Gódor Marjan, a díszlettervező Balla Tímea és Vadkerti Basa Bálint, zongorán kísér Balogh Zsolt, rendező Viszló István. Jó szórakozást!
legénye! Szájtátó, bámészkodó, korrott vakaró, léhűtő! Kinek van kedve huszárnak állni? Ide mind, aki huszár akar lenni, piros dolmányos, sarkantyús, fényes kardú. No, ki át parolát? Hát aztán mégis merre felé kéne masírozni? Megjött a parancsolat vitéz óvester urunktól, hogy délebéd után a szomszéd falu alatt várjuk be az Armádián. Mert kiütött a francia és a török között a háború, indul hát a huszárság a francia király segítségére. Kivéve a háború! Jézus ne ó, végassatok, lányok! Ez a sorsa a huszárnak. Mire a fiastyúk fel kell, már valahol Taljánországban vacsorálunk. Aztán elmennek valamennyien! Elám, húgocskám, mert a francia király öreg és erőtlen. Meghalt örök szultán megeszi Franciaországot. Reggelire mi leszünk az ebédje? No, aztán ne féltse senki a huszárt, mert az oldalán függ a prókátora. Hát, te öcsém, nem csapsz el huszárnak? Felén, ha vesznek. No, deréklegény vagy, ide a kezed. Hát a többi? És most elviszik mind a legényeket? Elám, húgocskám, de ne félj! Hozd neked ez a gazember esztendőre cifra pántlikát, karikagyőrűt, ha ugyan belemelüti a fejét valami kószatörök golyóbisba. No, huszár, menj a zászlói! Aztán aki fölcsapott katonának, az búcsúzzék szülőjétől, szeretőjétől, Isten hozzád, indulunk a csatába! De ne legyen sok sírás, rivás! Szák meg, honnan jött ide? Strázsa mester urat megkövetem szépen. Magó volnék ebből a faluból. Legyen föl engem is huszárnak. Erígy innen, te pántos hordó! Hát pont ilyen rongyos tömlőkő nekünk, mint te. Hol itt állt a lókötő? Én itt szakadjon rám a magasságosnak a göncölszekere, ha egy gyűszűnyi boris lefutott a torkomon. No, lehely rám, te az ember! Nem lehelek én, tehát meg akar csókolni a strázsamester úr? Csitta akasztófa, hord el magad innen! Strázsamester úr, vegyen föl, nem lesz nálam jobb huszárja! Hallottátok, fiúk? Ez ám a nagy legény. Na, hogy szeretőd van-e? Hát, instálom. Szeretőm volna, nem volnék így berúgva. Azért iszom, hogy felejtsek. No, jó van, akkor még írjátok be ezt az egyet is. De meg ne próbál nekem még egyszer itt... Inni én! Így csapjon belém a villám, ha még egyszer egy gyűszűnyi bor is lefut a torkomon. Csordulásig van, úgyis azért látom. No! Huszárok! Tomozó! Yeah.
nem sietős a pántlika. Várjatok csak még egy kicsit, a legszebb lány nincsen még itt. Ott lakik a fehér házban, miatta van szívem gyászban. Neki adtam az életem, őt siratom, őt szeretem. A haja színarany termeten átszáll, ő az egész falu. Valaki? Iluska, nem hallott, kis húgom? Gyere elő! Igen, vágyunk már meglátni azt a színaranyhajadat, meg azt a ringónálcát termededet. Hogy az az égi veres lánggal égő kénköves Isten, ha meg a csapjon belétek? Hát mit lárváztok az én portám előtt? Takarodjatok innét! Csing! Hogy az a savanyú képű cifraló kötő nagyapád ezer nyavajája szakadjon hétrét arra ráncos kopogós fejérde, te ördögök öreg anyja! Hát engem akarsz tele káromkodni? Lejjebb a hanggal, vagy kihúzzuk belőled a lelket, inkább add elő a lányodat, te meg bújj vissza! Jaj, édes gyermekem! Hát az a szerencséd, hogy öreg anyádnak szólítottál! Küldöm az aranyost, küldöm a gerlicét mindjárt, csak előbb ráncos csizmát adok rám. Sejem keszkenőt a fejére, meg faszomántos rokolyát a derekára. Küldöm már, lelkem, aranyom, gerlicém, Iluskám, gyere csak elő, itt van érted a mesebeli királyfi, gyere csak, gyere! Most a fattyú! Thank you.
Nézelődésben, gyönyörűségem, sütemény, ne menné keveset. Lódulj munkára te, mit bámulsz? Ne bántson, dolgozom éjjel-nappal, csak ne bántson, csak bottal ne verjen, mert abba belehalok. Még feleselni mersz? Takarodj a konyhára, míg neked áll fejebb, meg ne álljon az ujjad a munkába, te, verebek öreg anyja! Let us see.
Hé, Iluskám! Alszol, kedvesem! Gyere elő! Mi? Te vagy az már megint? Nem megmondtam, hogy takarodj a portám elő! Adjon az Isten, öreg asszony! Őrizze meg kegyelmedet Szent Gergely görvétől, fekete fenétől, csúsztól, derékfájástól. Még velem akarsz kikezdeni? Hát ki vagy te? Volt-e apád? Volt-e anyád? Nem ott találtak-e a kukorica földön? Aztán még a tisztességes ember, tisztességes lányára fáj a fogad. Hord el innen magad, mert fogadom azon a semmi ányon álló bosszút. Ide hallgass, öreganyám, ha annak a lánynak egy hajaszála meggörögül, én úgy összetörlek, hogy az apád nem szed össze. 13 000 boszorkányt sem szed össze. Aj, emberek! Segítség! Valaki segítsen! Halálra rázott! Jaj, kirázta belőlem a lelked! Jaj, oda vagyok! Oda vagyok! Jaj! Jaj, 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 jaj! Segítség, jó emberek! Jaj, jaj! He, fájó kutyám, noko lábo! He, megütötte a szómába! Jaj, segítsen valaki, akiben maradt egy csöpp nyírgalom! Jaj, oda vagyok, jaj, 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 jaj. Kendozi fiasszony, mit óvégat ilyen keservesen, talán a kanök lelte fel? Hát halálra rázott, hát kirázta belőlem a lelket, hát agyon taposott, az a fattyú, az az istentelen, az az akasztófa. Akasztófa? De hát kiről van szó? Kiről, hát kukorica Jancsiró. De... Megállj csak, tekergő! Jóval kezdtél! Úgy elbánok veled, hogy egy percig nem maradsz tovább ebbe a faluba! No. Szomszéd uram, akar nekem segíteni? Egy zsák búzát kap, ha megteszi! No, egy zsák búza nem kis dolog egy olyan szegény csősznek, mint amilyen én vagyok. Miről volna szó? No, figyeljen ide! Kihajtom azt a semmiányt a patakra mosni. Fogadom azonnal danolni kezd, hogy oda csalogassa azt az istentelen Jancsiját. Amíg ezek ketten együtt vannak, maga elhajtja a nyájat a tilosba, majd ad ennek a szolgavíró! Hát, volna is a szíjum zsebébe nadragúja gyökér, amit ha beletömök a pipám parazsába, az olyan szagot áraszt, hogy a nyáj úgy széllyel fut, hogy az Antikrisztus se teleli őket többet össze! De egy zsák búzáé. No, fájó kutyám, nokolába! Megálljon már, hát mennyit akar? Na, ifi asszony, ennek a munkának 4 zsák búza az ára, mint csillag az égen. Fájó kutyám, nokolába! Megálljon, megálljon meg! Jöjj hát itt! No. Adok magának 3 zsák búzát! He, fájó kutyám, nokolába! Egye fene! Megadom a 4 zsákkal! De aztán jól vigyázzon, minden rendben legyen. Megyek, viszem a lányt a patakra, siessen, siessen! Fájó kutyám, nokolába! Iluska! Gyere csak oda a patakra ruhát mosni! Aztán ebédre készen legyen mind, mert ha nem teszed meg, úgy elbánok veled! Oh,
Iluskám, szerelmem, oly nagyon szaporázod a mosást, szegény juhászbojtárt meg észre sem veszed. Jaj, Jancsikám, dehogy is nem láttalak meg téged. De, hát agyonver a mostohám, ha délebédig ki nem tisztázom ezeket a ruhákat. Ne törődj vele. Gyere ki csak egy pillanatra, csak egy csókra. Előbb danoljon nekem egy szép nótát. Nem lehet, lelkem. Tilosba megy a nyáj, aztán nekünk örökre betellegzett. Csak azt a mi nótánkat, Jancsikám. Csak azt. Én vagyok a bojtár gyerek, napszám után éltek élek. Napsütött víz az italom, kopasz főd, hely kopasz főd a derek. Sem tudom, de ha ez igaz, akkor nekem előkre befellegzett. Iluskáját, míg a tölelgette, ne is törjük ezt, mi
tehetetlen maradt nyájon, ez lesz most a vesztem. Szétszaladt a gazda nyája, hogy tereljem össze. El kell mennem, elbújdosnom, mindörökre messze. Nem láthatom soha többet, édes illus.
Na, mi a helyzet azzal a csatával? Hé, Bartoló, hozzád szólok! 100 000 ördög! Mindjárt összetöröm ezt a fránya masinát! Rettentő rosszul állnak a dolgok, fenség. Grácia szegény fejemnek. Így járnak, ha nem hallgatnak rám. Én mondtam a reggelinél a papának, hogy halassza a csatát holnapra, mert a péntek szerencsétlen nap. De a papa olyan nyakas! Fenség, látott már eleven török basát? Török basa mi az? Aki ránéz, menten szörnyet hal. Tudod, mit csinálnék, ha most itt lenne vele? Én kitépném a körmeit, én levágnám a füleit, én kikaparnám a szemét! Ó, csak tehetném, csak lennék férfi! Egy férfi! Azzal a csatával, Bartoló. Én leüttetem a fejedet, ha nem jelented azonnal, hogy győztünk. Fenség. Fenség, a dolgok sajnos grácia szegény fejemnek nem állnak jól. A török császár egyenesen a domnak tart, kezében rengeteg buzogány. Most lesújt, a ló összerogy, a király futásnak ered, és utána az első század. Grácia szegény fejemnek. Hazudsz, a franciák nem futhatnak, a franciáknak győzni kell! Futnak, mind elfutottak, vége a csatának. A törökök diadalmámorban, jaj nekünk, vereség! Bármiféle néppel tűztem össze én, mind de minden.
elcsételt, ez már ő, de tény. Ütközetet sose nyertem, bármi jó volt csak a tervem, helyben hagytak mindig, mindig, jaj! Híres volt a lovasságom, hílesebb a szamárságom. Azt hiszem, hogy itt volt, itt a baj. Áldott drága nő, az én drága Mária Luisámba ismerték volna, vagy Mária Luisa. A lényeget. Anyja neve volt, de mindegy is. Mint egy hátlár úgy parancsolt nékem ő, néha veszekedni próbáltam vele, az eredmény semmi, elfogytam bele. Ütközetet sose nyertem, bármi jó volt csata tervem, helyben hagytak mindig, mindig, jaj! Híres volt a lovasságom, híresebb a szamárságom. Azt hiszem, hogy itt volt, itt a baj, jaj! Papa, mi ez? Magyarázatot kérek, magyarázatot! Ó, édes kislányom, hát ha te ott lettél volna abban a csatában, ha te láttad volna, hogy ott micsoda rumli volt. Jaj, jaj. Ha már az Isten egy ilyen apával áldott meg, hát nincs köztetek egyetlen férfi sem? Nincs. Nincs, édes kislányom, még velem együtt sincs. Ó, ha egy igazi férfi jönne. Bátor, erős, akinek szíve van. Én a lelkemet odaadnám neki, én szolgálója lennék. Én szeretni tudnám. Mi ez? Jönnek a törökök, meneküljünk, meneküljünk! Jöjjenek, hát egy férfi mégis van csak fognak találni, engem! Idegen vitézek. Magyarok vagyunk. Huszárok vagyunk. Balra! Hát! És mit kerestek ebben a szerencsétlen meggyalázott országban? Törököt. Eleven törököt. Hős királyom, hallottuk, hogy országodra támadt a török szultán, és eljöttünk messzi honból, hogy megvédelmezzünk. Légy üdvözölve, Dalia. Az Isten küldött mi hozzánk. Kegyed is a házhoz tartozik. Én a francia király kisasszony vagyok. Huszárok, éljen a legszebb francia király kisasszonynak. Éljen! 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 Hát, szép öcsém, mondd csak is, kinek tartozunk hálával majd a megmentésünkért, mi a neved? Becsületes nevem, Kukorica Jancsi. Hát, szép név, nem szép név. De erre nincs időnk. Most már menni kell.
Egyszerű, mi
és igen hatásos. Ha még egyszer bajban leszek, akkor sem fordulok máshoz. Köszönöm, én derék vitézem, hogy trónom megvédelmezéd. A franciák királya nyújtja feléd baráti jobb kezét. Hol is tartottunk? Mit is mondtál, édesfiam? Mi a te neved? Kukorica Jancsi. A te neved, édesfiam, a mai naptól legyen János Vitéz! Éljen, János Vitéz! Éljen, éljen! János Vitéz, hős tettedért cserébe fogad el tőlem egész királyságomat és fele lányomat. Nem. Akarom mondani, fele királyságomat és egész lányomat. Mossa, mossa.
országban. Babó, te Jancsi. Vagy az kenyeres. Jancsi. Hogy kerülsz ide, ahol a madár se jár? Én volnék, Jancsi. Elgyüttem. Hírt hoztál? Hát, hírt. Hírfélét. Hogy megy a soruk otthon? Nem különösebben, csak úgy, mint eddig. És mi hír a faluban? Hát egyéb hírt nem hallottam, minthogy... Minthogy? Minthogy Iluska. Iluska? Iluska. Tám beteg? Nem beteg. Már nem. Bagó! Bagó, én megkeresem Iluskámat, akárhol legyen. Megyek a pokolba vagy a mennybe, de tudom, hogy feltalálom. Várjon rám 100 halál, forró szerelme, és ez a rózsa vezet az úton. Jancsi, én biza veled megyek. Kezdjük el ezt a nagy utat. Merre vagy? Erre! Hely! Mi csodás egy ország! Csupa kő, csupa szikla! Én bizony a világ végét képzeltem pont ilyennek. Mindig csak vándorolni, egyre csak vándorolni. Ördög vigye már ezt a hosszú utazást! Örményország, Tatárország, Kína, India, aztán az óriás hátán keresztül azon az óperenciás tengeren. Hú, de elegem van, Jancsi! 3 hetet aludnék egyfolytában én is. Mi
pihenjünk meg itt, kenyeres. Pihenhet az, akit a vágyha hajt. Nem, Bagó. Most már biztosan érzem, hogy föltalálom. És tudom, nincs is már messze. Én nem pihenhetek, Bagó. Hajt a vágy Iluskám után. Jancsi! Várj, Jancsi! Veled megyek! Az élet tava. Találtam, és soha többé el nem engedlek. És itt maradsz Tündérországban.
várral tündércsókra szomjazom. Örök tavaszt és boldogságot, örök tavaszt és boldogságot, e helyből hagyjam. Hadd felejtsem, hogy mi voltam, hadd felejtsem, hogy mi fáj. Hadd legyek én tündérországban, hadd legyek én tündérországban, tündérek közt tündérkirály. Thank you.
Azt hiszem, hogy a szereplők még egyszer megérdemlik, hogy elhangozzék a nevük, hiszen gondolom, hogy mindannyian így gondolják önök is. Felejthetetlen estét varázsoltak most nekünk ide a színpadra. János Vitéz, Viszló István. Iluska, Brennig Beáta. Francia királylány Cher Lívia. Francia király, köszöntsük először Dr. Basa Antalt, aki lett volna a francia király, és dolgozott is vele. És aki végül volt, Kórics Tala Gábor. Bartoló Kis Csaba. Moskova Balla Tímea. Csőz Balla Zoltán. Első gazda Hajdú István. Második gazda Vanó András. Köszöntsük a Kisbetyár 2 névtárs csoport tagjait. A Páva kör tagjait. Nyugdíjas Egyesület tagjait is. Köszönjük a Boldogi Huszárok közreműködését is. A rendező asszisztensnek köszönjük Bódor Mariannak. A díszletet Balla Tímeának és Vadkerti Basa Bálintnak. A zongorán kísért Balogh Zsolt. És a rendező és igazából az egész ötlet atya Viszló István. Feledkezzünk meg azokról, akik a háttérben segítették a munkát. Mindenkinek köszönjük, aki valamilyen módon hozzájárult a ma este sikeréhez. Elsősorban a technikai stábnak, Mahmut Szaunnak. Szép estét kívánok mindenkinek, és azt ígértem ugyan délután, hogy nem fogják már hallani a hangomat. De mégiscsak el kéne azt mondani, hogy ez a egy hónap, másfél hónap biztos, hogy a rendező úrnak nagyon sok álmatlan éjszakájába került, mert azért, amikor odamentünk és elkezdtünk próbálni, akkor bizony meg voltunk ijedve, hogy jaj, Istenem, most mi lesz. Aztán, ahogy jöttek a próbák, egyre jobban kezdtünk összeszokni, a rendező egyre bátrabb volt és leosztotta nekünk, hogy mit kell csinálni, és lám, önök ezt látták ma este. Én innen föntről és oldalról úgy gondolom, hogy ez nagyon jó sikeredett, és büszkék lehetünk arra, hogy Galvehévízen ilyen civil szervezetek és magánszemélyek laknak, élnek, hogy ilyet tudnak alkotni föntre a színpadra. Én nagyon szeretném megköszönni a rendező úrnak, a szereplőknek, főszereplőknek, akik véghez vitték velünk, amatőrökkel ezt a mai estét, és kívánom itt a Galvehévízi népnek, és a civil szervezeteknek is,
hogy nem csak ez az egy előadás, hanem már most gondolkozzuk azon, hogyan fogjuk kihasználni az új színpadunkat, fedett színpadunkat, és hogyan tesszük teljessé a közösségi teret. Köszönöm, hogy itt voltak ma este velünk, bízom benne, máskor is meglátogatnak minket, és átadnám a szót emeritus polgármester úrnak. Milyen tisztelt barátaim! Kicsit szomorú szívvel állok itt, mert az jut eszembe, hogy ha én is köztetek lehetnék, aranyos vitétek, aranyos levették. Én nem úgy nézett ki meg az életem kb. Két hónapra ezelőtt, amikor a Pisti azt mondta, hogy hát doktor, kellene egy kicsit királykodni. Örömmel elvállaltam, de sajnos az életem nagyobb rendező. Én szívből gratulálok, gyerekek. Amikor 2008-ban, ugye megcsináltatok az István a királyt, akkor azt mondom, ezen a színpadon elmondtam, lehet, hogy már késő volt, már 12 óra fele, hogy ez életem egyik csodálatos élménye. De én azt gondolom, hogy ez a mai előadás, nekem elérhetőben láttam azt is, részt vettem, ezt is láttam, ez semmivel nem volt, nem az, hogy rosszabb, ugyanolyan külön volt, mint 2008-ban. Úgyhogy tessék megmutatkozni még ezzel a csapatot. Mindenütt polgármester említette, hogy micsoda dolgot, odafigyelést kíván ez. Én tavaly elmondtam, én 2008-ban elmondtam, hogy amikor szeretettel köszöntem Mamut főrendező urat, aki amikor dolgoztunk, csináltuk, olyan feszült volt, hogy azt mondta nekem, hogy doktor úr, tessék csöndben maradni, ez nem megy. Vagy odafigyeljük az előadásra, vagy nem. Tehát látni lehet, hogy milyen feszültség van az emberekben, de hál' Istennek ez, aztán az elmúlt is látod, hogy egy nagyon profi előadást láttunk. A jó Isten megáldjon benneteket, még egyszer gratulálok, és remélem, drága vitézem, hogy a legközelebbi előadásban nem lesz olyan, hogy itt kell menni, mert ugye eljátszhattam volna ezt az előadást, de képzeljétek, hogy nézett volna ki, hogy jön a francia király. Jajok, én is tudtam volna egyébként, de hát aztán az utódom jobban jajokat. Még egyszer gratulálok, további sok sikert kívánok, és már most kérlek, most kártyám, hogy valami jó előadást nézzünk, már gondolkodom, gratulálok.